Jó napot kívánok, kedves nézők! Március 3-án járt le a vagyonvisszaszármaztatási kérelmek átadásának határideje. A restitúciós ügynökséghez 70.100 kérvényt nyújtottak be. A mezőgazdasági földterületek visszaadására valószínűleg 3-4 évig várhatnak a tulajdonosok, amennyiben megváltozik a jelenlegi törvény, amely kedvezőtlen a vagyonvisszaszármaztatása nézve, jelentette ki az ügynökség igazgatója. Hozzátette, hogy az adatok feldolgozása után derült majd ki, mennyi földet igényeltek vissza az örökösök. Egyéb újdonságokról agrárhíreinkből értesülhetnek, amely után a gazdaságok újrabegyegyeztetésével foglalkozunk, továbbá a fűszernövény termesztés szerződéskötésével, az organikus tápanyag utánpótlással és a méhészettel. Folytatódik a bejegyzett gazdaságoknak járó tavalyi adósság kifizetése. Az elmúlt 3 nap során több mint 1,5 milliárd dinárt utaltak át a gazdáknak üzemanyagvásárlási és hízlalási támogatások, meg tejprémiumok címen. Az Agrártárca azt ígéri, hogy nem sokára kifizetik a még hátralévő 1 milliárd dinár értékű támogatást is. A napraforgó idei felvásárlási áráról szerdán döntöttek a mezőgazdasági minisztériumban, miszerint a szavatolt ár 250 euró lesz tonnánként. A tárgyaláson részt vettek a nagybecskereki Diamant, a Csernyei Bánát és a Victoria Group étolajgyárak, továbbá az ipari növénytermesztők ügyviteli közösségének, meg a földművesek független társulásának képviselői is. Úgy tűnt, hogy vagy nem lesz szavatoltár, vagy ez tonnánkénti 250 euró lesz. Úgy gondoljuk, hogy mégiscsak jobb a bármilyen ár, mint a semmi. Ez az ár nem fedi le a költségeinket. Nem hiszem, hogy sok földműves vett majd napraforgót. Egyelőre bizonytalan minden. A vetés április 5-e, esetleg 10-e felé kezdődhet. Van még tehát idő, esetleg növelni lehetne az árat. A termelők szerint a tonnánkénti 350 eurónál kisebb felvásárlási ár nem fedi a termelési költségeket. A feldolgozók mind végül megjegyezték, amennyiben a piacon kialakult ár a szavatolt árnál nagyobb lesz, akkor azt majd ők is tiszteletben tartják. Olga Csúrovics, az iparnövénytermesztők ügyviteli közösségének igazgatója a Tanyugnak adott nyilatkozatában cáfolta a földművesek független társulatának azon bejelentését, hogy a napraforgó tonnánkénti garantált felvásárlási ára 250 euró lesz. Mint megjegyezte, ilyen kijelentések valóban elhangzottak a tárgyalásokon. Hozzáfűzte, majd a szerződések aláírásakor ezt minden feldolgozó külön-külön pontosítja. Javasolta a földműveseknek, hogy a feldolgozókkal való tárgyalások során fogjanak össze, mivel várható, hogy az ár nem lesz egységes. Az ukrajnai válság a világ vezető tőzsdéinek a forgalmára is rányomta a bélyegét. A chicagói tőzsdén a határidős kereskedelemben egy hét alatt 10%-kal nőtt a búza ára, a kukorica pedig 8%-kal lett drágább. A budapesti értéktőzsdén a búza és a kukorica ára egyaránt enyhén növekedett. A párizsi tőzsdén a búza 3,22%-kal, a kukorica meg több mint 2,5%-kal drágult meg. Az újvidéki terménytőzsdén a héten egy szerződés kivételével csupán kukoricával kereskedtek. Mivel a világpiacon nőtt a tengeri ára, és fokozatosan a kivitel is belendül, a tőzsdei ára hét elejé 16,5 dinárról a hét végére 16 dinár 90 paráig tornázta fel magát. A heti középár több mint 4%-kal nagyobb az előző hetinél. A kukoricán kívül egyedül napraforgó szakkal üzleteltek a héten az újvidéki terménytőzsdén. Egyetlen üzletet kötöttek, kilogrammonkénti 22 dinár 30 parás áron, ami azonos a múlt heti értékkel. Szerbiában július 1-től betiltják a karbofurán hatóanyagú furadán vetőmag csávázószer használatát. A Tartományi Természetvédelmi Intézet és a Madártani Egyesület üdvözölték ezt a lépést, mivel a különösen erős méregnek számító furadán számos védett állat pusztulását okozta. Július 1-e után akár 3 év börtönbüntetéssel is sújthatják a rendelet megszegőit. Angol Bizon motorolaj.
Március végéig 250 ezer mezőgazdasági háztartásban kell elvégezni a gazdaság bejegyzésének a meghosszabbítását. Arról, hogy hogyan halad ez a munka, és milyen gondok nehezítik a birtokbejegyzést, a Hajdújárási Ludas Pusztatérségi Társulásban érdeklődtünk. Ez egy parcellában van. A Ludas Pusztatérségi Társulásnak 580 tagja van. Nagy megelégedésünkkel szolgált az, hogy a minisztérium kiküldte most időbe az idei gazdaság felújításokra vonatkozó borítékokat és a tavalyi évvégi állást, úgyhogy mi körülbelül 30%-át megcsináltuk a gazdaságok felújításának. Elsősorban azok jöttek hozzánk korábban, akiknek valamilyen módosításokat kell elvégezni, tehát nagyobb módosításokat a gazdaságukban, ilyen, hogy új tagot bevinni, vagy pedig új bérleti szerződéseket kellett elkészíteni. Őnekik előre szóltunk, hogy időben jöjjönek, hogy össze tudjuk egyeztetni ugye a felújítást, meg a párhuzamos teendőket, tehát a földpapírok kivételét, melyik parcellákra kell, mely parcellákra kellenek új bérleti szerződések, tehát ilyesmit. Mekkora gonddal járt a birtokbejegyzés? Kellett-e való sorba állni a papírokért, fizetni érte? Nem kellett se sorba állni, postán kiküldték a papírt, ami kell hozzá, itt bejegyeztek mindent, úgyhogy semmilyen gonddal nem járt. Mennyi időbe tellett? Maximum fél óra, tehát nem tartott sokáig. Itt, ha jól körülnézünk, minden családból hölgyek jönnek rendezni ezeket. A férfiak nem érnek rá, vagy nem szeretik a papírmunkát? Az én nevemen van a föld, úgyhogy azért jöttem én, hát, de a férfiak nem nagyon szeretnek sorba állni, meg rendezni ilyen hivatalos ügyeket. Itt az önök területén a gazdaságoknak mekkora hányada maradt még kívül a bejegyzésen? Ezt nehéz így megmondani, de mert hogy mindig azt mondogatjuk egymásnak, hogy mindenkit megregisztráltunk, akit lehet, de mindig vannak változások. A tavalyi változás az volt, hogy férj és feleség külön gazdaságban lehet nyilván tartva, viszont nem pályázhat mind a kettő, mert akkor passzív helyzetben rakják mind a két gazdaságot. Tehát akkor összevontuk a férj és feleség gazdaságát. De mivel mindig vannak fiatalabb termelők, így sokan úgy szeretnék, hogy külön váljanak az idősebb, tehát a szülőktől, és külön megregisztrálják magukat. Vannak olyan kis termelők, akik fóliáztak például, virágot termelnek, zöldségfélét, és most ütköznek nehézségekbe az értékesítésnél, viszont annyira pici földterületük volt, hogy nem tudták megregisztrálni magukat. Na most ezt meg tudjuk oldani, tehát nem kell a törvényes fél hektáros földterület a ilyen fóliás termesztők bejegyzésénél, de be kell őket jegyezni, mert mindig az áru eredetét kéri a vevő, és ezt pedig a meglévő gazdasággal tudja igazolni. Van változtatás, mert valahol szedtünk így gyümölcsöst, és akkor az most ilyen vetemény, krumpli, ilyesmi lesz benne. És hogy most arra mit kell, hogy kell, még azt nem tudom. Hányan jegyeztették be a gazdaságot, és látja ennek az előnyét? Úgy még az elejében. Most, hogy hány éve létezik, nem tudom. Hát valamennyi előnyét azért látunk, mikor visszakapjuk az üzemanyagból a pénzt, vagy amikor kaptuk a bónokat, azért van előnye is. A termelés megalapozását célzó agrártámogatásokra legkorábban március 31-e a birtokbejegyzések lezárulta után számíthatnak a gazdaságok. A juttatások keretösszegét meghatározó rendelet még január végén megszületett, ám a részleteket leíró szabályzatok késése miatt a földművesek még most sem tudják a visszaigényléshez milyen összegű számlát kell begyűjteniük az üzemanyag, a műtrágya és a vetőmag vásárlásakor. Külföldön meglehetősen jól értékesíthetőek a vajdaságban termesztett és feldolgozott fűszernövények. A tapasztalatok azt igazolják, hogy az igényes nyugati vásárló értékeli a jó minőséget és azt, hogy a fűszernövények vegyszermaradványoktól és egyéb káros anyagoktól mentesek. A legismertebb fűszernövényünk a paprika, amelynek termesztési előkészületei már elkezdődtek. A martonosi Telek paprika feldolgozó üzem szükségletei 80%-ának lefedésére megkötötte a szerződést a társas termelőivel. Elsősorban azokkal, akikkel több éve együttműködik.
Ahogy a cégvezető elmondta, partnereik ismerik az előírásos termesztés technológiát, amely előfeltétel a késztermék kiszállításának. Jó haladunk az egyezkedésekkel. HS6-os és HS2-es fűszerpaprikát szerződünk. A HS6-os fűszerpaprikának az ára 36,5 dinár körül alakul, a HS2-esé pedig 2 dinárral drágább, mivel annak a szedési költségei valamivel többe kerülnek, viszont nekünk a színe miatt azt pedig megéri megfizetni. Voltunk egy körúton a vevőinknél, és nyilván annak íráztuk, hogy amit el tudunk adni, arra tudunk szerződést kötni, tehát az, úgy nem szedünk szerződést már 20 éve, hogy ne tudjuk, hogy kinek termelünk. És ez alapján megvan egy mennyiség, amit az az 5-600 hold, amit leszerződünk a termelőkkel. A fűszerpaprikánál már évek hosszú során úgy volt, hogy a piac mutatta még mindig azt, hogy milyen ár fog kialakulni. Sajnos a tavalyi évben kényszerültünk rá egy olyan helyzetre, amire nem vagyunk büszkék, hogy lejjebb kellett venni az árat, mint mindamilyen áron meglettek a szerződések kötve. Abból talán valamilyen szinten tanulva alakult ki most ez az úgynevezett garantált ár, ami alá ebben pillanatban biztos vagyok benne, hogy ez alá nem lehet menni, és nem is szabad. A telepaprika azért az, ami, úgy gondolom, és azért van még ma is talpon, és olyan fizetőképes, amilyen fizetőképes, hogy minőséget vár el, és a lehető legrövidebb időn belül, tavaly is 30 napon belül kifizették a paprikát is. Ami a leveles árukat illeti, ott a kapornál, ott a 10-10 és fél dináros ár körül vagyunk, attól függ ugye, hogy az euró és a dinár árfolyama hogyan alakul, mert ezt az euróhoz van kötve, természetesen dinárban van fizetve. A Petrezselyem levélnél történt egy nagyobb áremelkedés, ami 15-től 17 dinárig is el tud menni a minőségtől függően, mert az egy nagyon érzékeny termék, és azt nagyon nehéz termelni, tehát azt kihangsúlyoznám, hogy ott elég komoly áremelkedést tudtunk elérni a vevőknél is, tehát a másodosztály az 15 dinár, az első osztály pedig 17 dinárt jelent. Ezen kívül még spenót levelet vásárolunk föl, és arra kötöttünk szerződést, amiket már ugye tavaly az ősszel el kellett vetni. Az is valahol ott az a 9 és 10 dinár között mozog majd a minőségtől függően. Ígérhetünk még fűt fát, ha átveszik az árut, azt ki kell fizetni, ha lehet, hogy legrövidebb időn belül, mert az embereknek meg kell vásárolni a következő évre való input anyagokat, másik oldalon azokat a közeledítségeket, amik az év folyamán összejöttek. Martonos környékén a fűszerpaprika vetését majd csak a hónap végén kezdik el, mert az optimális vetés ideje március végétől április 10-éig terjed. Megjegyzendő, hogy a paprika magas tápanyagtartalmú, könnyen melegedő talajt és apró morzsás magágyat igényel. Az újdonságok és az alkalmazott tudományos eredmények is szükségesek az élelmiszertermelés fejlesztéséhez és versenyképességének növeléséhez. Az utóbbi időben mind nagyobb teret nyer az a termesztés technológia, amely a talajmegőrző és talajerő fokozó készítményekre alapozódik. Erről tartottak előadást a közelmúltban a hajdújárási borkastélyban. Mondtuk, hogy csak a meghívottak vehetnek részt. A Bioalternatíva cég 5 éves fennállása alkalmából továbbképzést szervezett, amelyen a humin és fullborsavnak a természetben a növény és állatvilágban betöltött hasznos szerepéről tudhattak meg többet a meghívottak, a huminsavak kutatásával foglalkozó dr. Csicsor Jánostól. A legelső ilyen ipari alkalmazása a huminsavaknak, az a 20-as évektől vannak rá hivatkozások. Oroszországban is történtek erre próbálkozások, meg Amerikában. De igazából mostanra oda jutottunk, hogy a mediterrán országokban, az arab világban nagyon-nagyon nő a piaca ezeknek a termékeknek. Hát azt is mondhatnám, hogy minél rosszabb minőségű a talaj vagy a termelési körülmények, annál látványosabb hatása van a huminsavaknak. Ugyanis humusz nélkül ugye nincs talaj, szerves anyag kell a talajba.
hosszú távon nyilván fenntarthatóvá kell lenni a tenni a talajszervesnek a képződését, de ahhoz, hogy elinduljunk oda, ezek a bányászat húminsavak, mindenképpen gondolom, hogy ezek nélkül ezt nem lehet megoldani. Honnan ered gyakorlatilag a humusz? Magyarországon milyen körülmények között teremtik elő? Ugye a humusz a többfajta módon megtalálható természetben, van a talajba, a komposztokba, a tőzegekbe és bizonyos ilyen szénhez hasonló lignitszerű lerakódásokba. Hát Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Bakonyba található egy bánya, az Irctől nem messze, egy külszíni bánya, és mi ott bányásszuk ennek az alapanyagát. Ez egy világviszonylatban is ez egy egyedülálló anyag, és ez gyakorlatilag egy sterilnek mondható forrás. 70%-a tiszta természetes húminsav ennek az anyagnak, tehát mi ebből gyártjuk a termékeinket, és ebből van bőven, tehát ez nem csak így laboratórium méretekben van, hanem több 10 millió tonna van ott a föld alatt. 5 éves az a vállalkozás, amelyet azzal a céllal indított, hogy megváltoztassa a régi agrotechnikai eljárásokat itt Vajdaságban, és valahogy talajmegőrző gazdálkodásra nevelje magukat a termelőket is. Hogyan látja ezt az elmúlt 5 évet, mennyire váltak be akkorizált képzelései? Hát az indulás az mindig általában rögös volt, tehát nagyon is rögös, ugye, mert ez a fajta gondolkozás ez nem volt itt honos ugye, a mi térségünkben. Ma már ugye 5 év elmúltával nagyon széles vásárlóközönségünk van. A növénytermesztés mely ágazataiban használják leginkább itt nálunk ezeket a készítményeket? Hát ezek leginkább a szántóföld és a zöldségnövény termesztésben, ezzel ugye minőséget is, illetve tudunk javítani, illetve ugye a vegyszermaradványokat jócskán vissza tudjuk szorítani, tehát ez már egy nagyon jó tendencia, és hát természetesen a szántóföldön, tehát a gomorra termesztéstől ugye a cukorrépa termesztés, ugye a szója, napraforgó és az egyéb ilyen állókultúráknál szintén most már mind nagyobb területeken alkalmazzák, vagy teljes technológiával, vagy pedig a technológiába beépítve. A szakelőadásból és a gazdák beszélgetéséből kivilágott, hogyha fenntartható mezőgazdaságot akarunk kialakítani, akkor legelőször is változtatni kellene az agráriumra most jellemző helyzeten, versenyképességének növelése, az innovációk alkalmazása mellett a kutatásokra és fejlesztésekre is többet kellene áldozni. Pontos kiinduló pont lenne a tudomány és a gazdaság együttműködéseként létrejövő piacképes áru termelése. A jó beltartalmi értékkel rendelkező nyersanyag gyakorlatilag adott. Most már a terményfeldolgozásra kellene vállalkozókat találni. Én nagyon sok kísérletet végeztem, konkrétan a Greenshield-del is, a gyártónak a megbízásából, és nekem nagyon jó tapasztalataim vannak vele, és én azt mondom, hogy alkalmazzák bátran, nem reklám céljából mondom, interneten is van néhány írásom erről, hogy a gyümölcsnek a minősége, a színe, a külleme teljesen más lesz. Az az alma, amit ezzel kezelünk, sokkal pirosabb, az íze, több tesztet is végeztem, emberek próbálgatták, és határozottan azt állították, hogy más ízű az az alma, tehát jobb ízű, tele van, mondhatom azt, mindenféle jó hatású makroelemekkel, vitaminokkal, tehát azt gondolom, hogy bizonyítottuk azt, hogy jobb minőséget tudunk elérni. Kérdés az, hogy ezt a fogyasztók, majd meg, akik végfogyasztók, hogy ezt értékelni fogják-e, hogy az az alma jobb minőségű, jobb kinézetű, vagy majd az árát fogják csak nézni. Aki kicsit tájékozódott a fűszerpaprika termesztésben, az tudja, hogy a beznáni kiség paprikája 3 országban is nagy elismerést szerzett. Köszönhető-e ez annak, hogy önök bizonyos módon organikusan termesztenek, használva a huminsav készítményeket? Természetesen, ugyanis ezek a pár évre visszamenőleg akkora szárazságok vannak ugye már a környékünkön, hogy kénytelenek vagyunk öntözni minden évben. Tehát öntözés nélkül már oda kerültünk, hogy fűszerpaprikát se tudunk termelni. Most ez a gyakori öntözés, ez avval jár, hogy ugye kimosódik a termőréteg, tehát a humusz a talajból, és ezt valamilyen módon nekünk pótolni kell. Na most így kerültünk mi kapcsolatba a Bioalternatíva cégen belül a Tiborral, és ezt a humusz termékét használjuk a tábláinkon is, és ezekkel igyekszünk pótolni azt a
humusz mennyiséget, ugyanis a fűszerpaprika az tudnivaló, hogy nagy, magas szinten igényli a humuszt. Anyagi szempontból jelent valami előnyt ez az újfajta agrotechnika? Nekünk természetesen, ugyanis mi csak is első osztályú fűszerpaprika őrleményt termelünk, és a minőségi őrlemény lehetetlen elképzelni minőségi nyersanyag nélkül. Tehát és akkor ezek a szerek hozzájárulnak ahhoz, hogy magas minőségű paprikát állítsunk elő. Magyarországon történtek ilyen hosszú távú tartalmú kísérletek, mint például a paprikának a C-vitamin tartalmát is megvizsgálták, és ott ilyen 20%-a a mostani paprikának a C-vitamin tartalma mondjuk egy 30 évvel ezelőttinek. És ez sajnos, hogyha hidrokultúrában csináljuk a növénytermesztést, akkor ez még rosszabbak ezek a számok. És ezekkel a húsavas készítményekkel, ugye ahogy a mikroelemeket, a immunrendszerét a növénynek erősítjük, a klorofil tartalmat, tehát egyrészt már a termés súlyán, az eltarthatóságán, az ízén is érződik, hogy ez szinte olyan, mintha majdhogy nem bio körülmények között termelték volna. Mi most néhány tízezer hektáron gazdálkodunk, van, ahol teljes technológiával, van, ahol részleges technológiával, tehát ez ugye nagyon sok anyagot ugye bevonz a termelésbe, tehát néhány százezer litert most már ugye el tudunk az ilyen környezetkímélő szerekből adni, illetve ugye a Vitapol, amit ugye használunk ugye a jószágtenyésztésben, mikroelempótlásra, illetve ugye toxinkötésre, és hát ugye az állatok immunrendszerének a javítására, abból is több száz tonnát ugye hozunk be évente. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon is szépen meghonosodik. Most már sokkal nagyobb igény mutatkozik rá, mint az elmúlt öt évben. Tehát ez az év ez nagyon erősen indult. Nagyon széles körűen érdeklődnek az emberek. Úgy mondhatnánk, hogy a tudat az embereknek a termesztésben jócskán kezd átalakulni, és mind nagyobb az igény arra, hogy egy élhetőbb közegbe gazdálkodjunk és éljünk. A szakelőadást a házigazda jóvoltából egy borkóstolóval zárták le. A borkastély rusztikus pincéjében a vendégek egyedi termesztés technológiával és szakszerű feldolgozással készült borokat próbálhattak. Egyúttal meggyőződhettek arról, hogy az újításokat felvállalva milyen szőlészeti borászati fejlesztéseket lehet megvalósítani. A Vajdasági Méhész Egyesületek Szövetségéhez tartozó félszáz egyesületben mintegy 1500 méhész tevékenykedik, akik több mint 50 ezer méhcsaladdal rendelkeznek. Az egyesület szervezte azt a múlt szombaton megtartott méhészeti szaktanácskozást és kiállítást is, amelyre több ezer méhész érkezett egész Szerbiából és a szomszédos országokból. A hazai méhészek többsége viszonylag kis méhállománnyal, mindössze 20-30 kaptárral rendelkezik. Együttesen azonban a 2013-as évben több mint 9000 tonna mézet állítottak elő, és rekordmértékű 15 millió dolláros mézkivitelt valósítottak meg. A szerbiai méz zöme az igényes, olasz és német piacon talál vásárlóra. Pokusávamo da preko raznih brendova zaštitimo naš med da bude prepoznatljiv. Arra törekszünk, hogy különböző védjegyek által levédjük és felismerhetővé tegyük a szerbiai mézet. Ezen kívül az egyedi csomagolás bevezetésén is gondolkodunk, ezek azonban hosszabb távú tervek. A 2013-as év során közel 3,5 ezer tonna mézet exportáltunk, amivel jelentős devizabevételhez juttattuk az országot. Az államnak is ehhez mérten kellene támogatnia a méhészeket. Méhészeti eszközökkel el vagyunk ugyan látva, de ezen még lehetne javítani, hogy még jobbak lehessünk, és egyre több kaptárral dolgozhassunk. A méhészek zöme mindössze 20-30, legfeljebb 50 kaptárral rendelkezik. Sokkal kedvezőbb lenne, hogyha 150 és 200 kaptár között mozogna az átlag, egyes méhészetek pedig az 1000 méhcsaládot is elérnék. Szerbiában az adatok azt mutatják ki, hogy még 10%-ban sem nincsenek kihasználva a nektár források. A szomszéd országban pedig Magyarországon azt mondják az adatok, hogy 98%-ban már ki vannak használva a legelőbb. Ez azt mutatja, hogy nálunk kellene fejleszteni a méhészetet. Van jövője a méhészetnek természetesen, különösen ebben az országban,
hogyha tudjuk, hogy ilyen beviteli-kiviteli kvoták nincsenek a mézre az egész világon, akkor úgy gondolom, hogy érdemes foglalkozni méhészettel. És hogyha tudjuk a másik adatot is, hogy ebben az országban, Szerbiában, és a környező országban, mint Horvátország, Magyarország, Románia, Bulgária, itt terem a világon a legminőségesebb méz, az még hozzáfűzi azt, hogy még fontosabb méhészettel foglalkozni ezen a téren. És ebben a konjunktúrában megkapják a méhészek a méltó árat a termékeiket, a mézért? Szerintem a fölvásárlási árak, a nagybani fölvásárlási árak megfelelők, mert olyan 2,10 eurótól majdnem 4 euróig megy az ára, a fölvásárlási ára a méznek, ami azt jelenti, hogy jó, mert a környező országokban csak Magyarországon és Horvátországban magasabbak valamennyivel a fölvásárlási árak. Milyen a felszereltsége a hazai méhészeteknek, mire volna itt még szükség? Hát szerintem ilyen támogatásokra lenne szükség. Most először kaptuk a tavalyi évben ezt az 500 dináros raktáronkénti támogatást. Ez egy olyan megtiszteltetés a méhek és a méhészek számára, de nem segíti elő a méhészet előfejlesztését. Ebben az árral hát valahogy még ki lehetne kézni a méhészetet. A méhésznek úgy mondja kifizetői lenne, attól függ, hogy mennyi méhéje is van, mennyi méhével kaptárra gazdálkodik. Miért mondjuk rá 40 kaptáron alul nem nagyon érdemes, hogy nem ér el akkora eredményeket, hogy mondjuk rá eltartson egy családot vagy valamit, jobban csak hobbinak. Ami már ott van 100 kaptár körül, az már számíthat profi méhésznek, vagy egy kicsikét abból már mondjuk rá egy 4 tagú család megkapja körülbelül egy átlagfizetést. A méhészetet kiszolgáló kisiparosok érzékelik-e az ágazat helyzetének a javulását? Hát mondjuk rá, ez az ágazat ez mindig elég jó működött, az véget, mert itten ugye mink a méhészetnek a kellékeivel foglalkozunk, a háttéripar, ugye méhészet, mondom, füstölő, sapkák, még gyártsuk a műlépet. Na most a műlép az egy olyan dolog, hogy az egy olyan, mint a háznak az alapja. És akkor arra építenek a méhék, ha az nem jó, akkor nem sikerül a méhészet se. Veszteség, a méhészet ugye az olyan ág, hogy szezon, elmúlik a 4-5 hónap, kézbe van fejezve a méhészet, ha ott nem fogta meg az ember, amit akart. Na most ez az igazság, hogy eléggé pénztelenség van, de hát jó van, az ember egy kicsit áldoz a mézre, akkor tud a méhész is áldozni erre a többi kellékre, még, mert máskülönben nem tudja fönntartani a családokat, akkor őnek is nincs ebből haszna. Növekszik-e? Milyen az érdeklődés a méhkaptár és az egyéb felszerelés iránt a méhészek részéről? Hát olyan túl régi tapasztalatom még nincs, mert nagyjából 2 éve foglalkozok kaptárgyártással, de én úgy veszem észre, hogy felmenőben van. Nekünk is egyre több rendelésünk van, mondjuk nagyjából 2 éve 20-30 kaptárról volt szó, most már tavaly több százról, idén már több ezerről. Én nagyon örülök ennek, hogy ez így van. Milyen típusú kaptárokat gyártanak? Hát ide Szerbiába gyártunk Langstroth típusú, Boconádi, Dadabland, stb. Többfélet is gyártunk, sőt, gyártunk egyéni szabású kaptárakat is megrendelésre. Drága foglalatossági a méhészet, mennyibe kell egy kaptár az induláskor? Hát most ez, hogy drága vagy nem drága, kinek mi a drága. Egy Eller Langstroth kaptár az nálunk olyan 45 euró komplet keretéstől. Itt válogathatnak az emberek, hogy milyen kaptárra szeretnének méhészkedni. Általában mindig úgy döntik el, hogy kitől tanulnak. Mert az a méhész, aki általában idősebb méhész is tőle tanulnak, hasonló kaptárral kezdenek el méhészkedni, de viszont mindenkinek azt ajánlom, hogy csak egy fajta kaptárral méhészkedjen, legyen az bármilyen fajta. A méhészek azt szeretnék, hogyha az állam viszonzásul az általuk megvalósított devizabevételért komolyabb mértékben támogatná őket. Különösen fontosak lennének a mindössze néhány tucat még családdal dolgozó fiatal méhészek számára nyújtott kedvező hitelek, hogy azok 5-6 év alatt, azaz az uniós csatlakozásig elérjék a 200-300-as kaptárszámot, amivel már versenyre kelhetnének jóval erősebb nyugat-európai vetélytársaikkal. Kedves nézőink, a barázdát látták! Jövő vasárnapi műsorunkban többek között a mezőgazdaságra kirót új adóterhekkel, valamint a sertés és baromfitenyésztéssel is foglalkozunk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!